17. epizód. Emlékeztetőül. Rossz doktor már rég egy másik sorozatban koptatja az ápolónőket. Lucy meghalt. Rambo eltévedt a susnyásban. Carter túlélte a támadást, de a dolog még sántít. Ellenben új frizurája van, és reggelenként műsort vezet. Na mi van? Berúgtunk? Ünnepeltünk otthon. Mit? Sikerült megmérgezni a szomszéd kutyáját? Igen. Carter meghamisított egy kórlapot, és ekkor a Rex felügyelő hamarosan folytatódik. Wow! Közreműködött Kisvirág, Szolnoki Péter és Török Tamás. Narrátor Kristóf Tibor, felelős szerkesztő Sándor István. A műsor szereplői védik a fókákat. Jáksó 620 produkció. Bicilackó kalandjai. Harmadik rész. A sorozat szereplői egy hotdogos stand körül gyülekeznek. De miért? Ez valapapírodra írva, kis debil. Nem, bocsánat. Színészek. Szóval, 603. rész. A sorozat szereplői egy autószerelőnél találkoznak. Nem a hotdogos standnál? Átírtam. Hirtelen megjelenik egy Chippendale film. Autószerelőnél? Megjelenik. Lassan vetkőzik, ekkor hirtelen megjelenik a főhősnő férje. Van férje? Bonyolódik mi? Én meg a bakter vagyok. Innen folytatjuk, egy óra múlva. Közreműködött Kisvirág, Balog Ádám, Gálfi Laura, Rákóczi Ferenc, Zöld Szabolcs, Szever Pál, Kállói Molnár Péter, Szolnoki Péter és Török Tamás. Narrátor Kristóf Tibor. Bicilackó kalandjai. Bicilackó kalandjai. Tizedik rész. Fantasztikus ötletünk van. Ezen a hétvégén ugyanattól az előadótól egymás után 18 dalt játszunk le. Az ötödiknél, hetediknél és 13-nál telefonálni kell majd. És aki hatodikként mondja, hogy búvár, az vehet levegőt. Micsoda? Semmi. Sac Péter... Ő a múlt héten megfagyott az erdőben. Sac Péter, aki a múlt héten megfagyott az erdőben, azóta is kísértetként mászkál a városban. Kezd elegem lenni! Kimegyek a bigével a rekettyésbe, hogy majd hajrá, gerince magyar! Erre a postás jön, farkasok támadnak, a nőről kiderült kiskorú. Én megfagyok, mint kolibri a déli sarkon, és még kísértsek is nektek. Hú! Nem könnyű manapság jó szappan opera szereplőket találni. Közreműködött Kisvirág, Balog Ádám, Gálfi Laura, Rákóczi Ferenc, Zöld Szabolcs, Szever Pál, Kállói Molnár Péter, Szolnoki Péter és Török Tamás. Narrátor Kristóf Tibor. Bicilackó kalandjai. Babaszappan opera rovatunkat hallották. Most pedig a műsor kezdődik, amelyet csak saját szerepszínűre hallgatnak. Ami senkit nem kérdő, tényleg. Ügyhúzik, mintha viccelnék, de nem. Aki tartatta, a szellemi fejlődését nem a kívánatos irányba befolyásolja. Egy idegbeteg műsor, agresszív műsorvezetője. Könyörgöm, ne hallgass ezt a műtet, jó? Kezi csokolom. Szappan opera rovatunk következik. Bicilackó kalandjai. Harmadik rész. Az előző epizódban Sac Péterről megtudtuk, hogy transvesztita. Erre úgy derült fény, hogy a műsorvezetői meetingre beállított egy szál tangabugyiban. Anyáddal szórakoz, tudod? Ekkor beomlik a mennyezet, és maga alá temeti Sac Péter. Nagyon csúnya történt. Elmészte a keresztcsíkos bögrefű démonokat. Igen, lehet. Aki visszapofázik. Én egy ideje már alkalmazkodom. Mika. Megint Mikának hívnak. Mika felvételt nyer egy luxus bordéba. Sac kollega, öljük meg ezt a szemetet. Közreműködött Kisvirág, narrátor Kristóf Tibor, operatőr Jáksó Bence, szakértő Péter Sinclair, felelős szerkesztő Sándor István. Jáksó 620 produkció. Bicilackó kalandjai.